Sziasztok! Kinson vagyok az Otherworld-től, és engem ért a megtiszteltetés, hogy a Gorefest-tel kapcsolatban egy bejelentést tőlem halljatok. Ennek nagyon egyszerű prózai okai vannak, egészen egyszerűen annyi, hogy a Gorefest-et én viszem, így úgy tartottuk stílszerűnek, hogy az ezzel kapcsolatos infót is tőlem halljátok. Mielőtt megtörténne ez a bejelentés, szeretném felvezetni a témát. Arról van szó, hogy én elnéztem a nézettséget, illetve a kommenteket, az aktivitást a Gorefest-tel kapcsolatban, és meglepően, tehát meglepődtem azon, hogy alapvetően ezt a szubkultúrát, ezt a réteget hányan követik, hogy mekkora érdeklődés van rá. Nagyon sokan vagytok, meglepően sokan, és ezért köszönöm szépen is egyébként a figyelmeteket. Viszont hozzá kell tennem, hogy ugye ez vasárnaponta jelentkezik, minden vasárnap, immáron durván fél éve. Na most az, hogy eljussak az egyes horrorfilmekig, az azt jelenti, hogy nekem adott esetben hetente több horrort is meg kell néznem, mire kiválasztom azt az egyet, ami bekerül az adásba. Illetve adott esetben vissza kell néznem egy korábbi horrort ahhoz, hogy friss emlékekkel ülhessek neki. Nem arról van szó, hogy nem szeretem a horrorokat. Nyilván szeretem, nem csinálnám, hogyha nem szeretném. És látom, hogy ti is szeretitek, nem követnétek, ha ez nem így lenne. Viszont itt felhívnám a figyelmeteket egy dologra, amit sajnos én megszenvedtem, hogy a horrorfilmeknek, főleg ilyen dózisban, azért lehetnek szövődményei. Nem akarom magamat áldozatnak beállítani, vagy ilyesmi, nem erről van szó, csak én megfigyeltem magam, hogy az utóbbi időben nem alszom túl jól. Én ezt a horrorfilmeknek tudtam be, és csak óvaintenék mindenkit arra, hogy bármekkora szeretet is övezi ezt az egész szubkultúrát, sajnos meg lehet a böjtje. És én úgy tapasztalom, hogy én részemről én éppen ezt a böjtöt élem meg. Úgyhogy arra jutottunk, hogy a Gorefest a nyári időszakra szünetet jelent. Ezt megbeszéltem Zolival is, nagyon engedékeny volt, úgyhogy azt mondta, hogy rendben van. Szóval ez úgy fog kinézni, hogy akkor a nyári szezonra, vagyis egészen konkrétan májustól a Gorefest egészen a nyár végéig, vagyis szeptember elejéig szünetelni fog. Én dolgozni fogok továbbra is az anyagokon, keresni fogom a jobb horrorokat, lehet, hogy még fel is készülök jó előre egyel kettővel, de úgy vagyok vele, hogy a nyarat azt már én is szeretném egy kicsit nyugiban tölteni, és nem feltétlenül ilyen gondolatokkal, ilyen képi világokkal mérgezni az elmémet, avagy a tieteket. Ti is itt a nyár, menjetek ki napozni, csajozni, meg BMX-ezni, jót fog azt tenni nektek, nekem is. Viszont ettől függetlenül én nem tűnök el az Otherworld-ről, ugyanis attól, mert a Gorefest most szünetelni fog, attól még a Kinson konyhája az üzemel tovább. Illetve szeretnék életet lehelni bele, mert jelenleg most csak konyhaanyagok vannak, de szeretném feléleszteni a kocsmatúrákat, és szeretnék továbbra is túrázni menni, mint ahogyan annól azt csináltuk például a Magas Tátrával. Úgyhogy aki szeretne követni engem, ott utolér. Igaz, hogy ez nem az Otherworld alatt van, hanem a Kinson konyhája, de ugyanúgy Otherworld égisz, úgyhogy engem ott tudtok majd utolérni, én ott szeretnék majd tevékenykedni. Igazából ennyi. Röviden összefoglalva, Gorefest nyáron szünetel, Kinson konyhája felélet. Ennyit akartam mondani, köszönöm a figyelmet, szeptembertől pedig folytatjuk a Gorefestet, a horrorokat, a vérengzést, de most akkor ennyi volt. Sziasztok!